Hát, hölgyek, urak, jó estét kívánok, mert hogy már 7 óra elmúlt, úgyhogy én itt most melegváltásban folytatom ezt a történetet. És miután látom, hogy itt van a tábla, úgyhogy amit egyszer elkezdtünk, de aztán nem fejeztük be, azzal kapcsolatban foglalkoznék egy kicsit az időszerkezett annal, ami nagyon lényeges, mert a teremtés alapjait lehet megérteni, nem egyszerű, vagy nem bonyolult. Maga a rendszer borzalmasan bonyolult, de mint a számítógépben van egy nulla meg egy egyes, az nem bonyolult. Annak aztán a kombinációban iszonyatosan sok dolog van kitalálva, de maga az alap, mint hogy a 10 számjegy nem bonyolult a matematikában, csak aztán amiket összekombinálnak vele, az már bonyolult. De ez ugyanolyan, hogy az alapjait, ha megérted, akkor viszont a bonyolult is olyanná válik, hogy érted. Mert az a nagyon lényeges, hogy az alapdolgokat meg tudjuk határozni anélkül, hogy gyakorlatilag új dolgot bevezetnénk, mert nem igen kell új dolgot bevezetni. Tehát a fizika, a kémia, a biológia marad, nem azt jelenti, hogy az mint hülye, aki fizikus vagy kémikus, de hogy is, ezt véletlenül se állítanak. Sőt, nagyon intelligens, okos emberek, nem erről szól a történet. Alapjaiban rossz, de úgy, ahogy van rossz. Tehát már az atomokról a való elképzelések zavarosak. Hiába tudok én olyan mikroszkópot csinálni, amivel már látszanak az atomok, mert tudok olyat csinálni. Vagy van saját elektronmikroszkópom, ami 500 ezerszeres nagyítást tud. Tehát az 550 ezerszeres, hogy pontos legyen. Tehát ezek mind hatalmas nagy dolgok, de nem ez a lényeg. Az alapokat kéne megérteni. És az alapok megértése a leglényegesebb lényeg. Tehát a pszichológiának is az a lényeg, hogy végre értsük meg, mi a lélek, ugye? Hogy a logikának legyen értelme. Ugye, mert addig mit írunk le, ha nem tudjuk, mi a lélek. Mert a pszichológia azt jelenti, hogy lélek leírás. Aztán egy büdös szót nem ír a lélekről a hivatalos pszichológia tantárgy. Nem, egy szót sem ír. A lélek megnyilvánulásairól ír, nagyon-nagyon jó és nagyon sok bölcs dolgot találtak ki. Tehát nem ezzel van baj, csak az a baj, ott is az alapok katasztrofálisan gyérek, gyengécskék. Tehát jobbat kell csinálni, jobbat. Nem elég ez, amit nekünk itt bemagyaráztak. És bármennyire utál engem a hivatalos tudomány, mert nagyon utál, de csak bizonyos emberek ott is. Tehát szó sincs arról, hogy mindenki utál. Nekem nagyon sok akadémikus barátom van, akik imádnak engem, és azért mindig jönnek hozzám, Gyuri, mit találták ki, mit izélsz? Mert érdekli, mert érdekes dolgokat csinálunk. A kutató az kutat. Az nem a dogmák után megy, hanem kutat. És tele van pofára eséssel. A siker a kudarcok sorozata. Ezt tudom nektek mondani. Sok pofára esés között néha akad egy-egy olyan, amikor mégse estél pofára, és akkor fedezted föl a villanykörtét, vagy az akármicsodát. Tehát akkor léptél egy nagyon nagyot. Addig csak killottál, szarakodtál, nem jött össze. Kudarc hátál, elkeserítő. Tehát ez egy külön nagyon erős lélekkel, hogy ezzel a nagyon erős lélekkel leküzdjed először is a feladatokat, amik az élet elé állítanak, az a másik, ugye, hogy közben ugye a kutatók sem mentesek a család gondjaitól, sőt, ugye, mert a gondolkodáshoz egy nagyon nyugodt belső kell, mert különben nem tudsz újat kitalálni. Ha vibrálsz belül a hisztitől, meg a dühtől, akkor nem jön semmi, akkor semmi. Nulla. Idegesen nem lehet felfedezni, felejtsd már el. Idegesen nem lehet semmit csinálni. Idegesen kapkodni lehet, hülyeségeket lehet csinálni. Lehet, hogy ez a véletlen fogja meghozni mégis a sikert, tehát azt nem mondom ám, hogy nem. De gondolj arra, hogy a Fleming hogy is fedezte fel a penicillint. Hogy elment valahová, beteg volt, vagy franc tudja, azt megpenészettek a tenyészetei a francba. Így fedezte föl, és rájött arra, hogy bizonyos penészfajta környezetében az összes baktérium mind dobott egy hátast. Aha. És így fedezte föl, hogy ez megöli a baktériumokat. Na de hát ez is egy véletlen volt. De nagyon sok ilyen véletlen van, tehát igazából ugye nem a véletlenek okozzák a felfedezéseket, dehogy is. Ilyen szempontból nincs véletlen, mert az sem véletlen, ami az alaptudásod. Tehát te rengeteg dolgot hordozol magadba, és van, aki soha a büdös életben nem fog felfedezni mondjuk elektronikus dolgokat, mert kínai szalad, ha elektronika, a szó elhangzik akkor is kínai szalad. Tehát
ilyen, mit tudom én, ő költő is, ő riadozik az elektronika szótól is, meg a számítógéptől is, meg mindentől. Ugye, úgyhogy papír, ceruza is, itt leragadt is majd. De nagyon jó költő, vagy zeneszerző. Tehát ez nem jelenti azt, hogy akkor ő már semmire nem jó, mert nem ért a számítógéphez egy fenét, dehogy is. Én csak humánsűsűnek hívom. De humánsűsű nélkül megeszi a fene a világot. Humánsűsű nélkül egy unalmas, nagyon is racionális világ lesz, csak olyan szar lesz a világ, amilyen szarat el se lehet képzelni. Gondold végig. Tehát nincs benne se ének, se tánc, se vers, semmi nincs benne. Ez a racionális izé van. Felkelünk, lefekszünk, semmi nincs benne. De várja, a tévé sincs, semmi nincs. Csak a racionális dolgok vannak. Ott pusztulsz el. Hát ez egy rettenet, egy dögunalom, egy rohadás. De ugyanúgy a reálsüsük nélkül is baj van. Érted? Mert a reálsüsű az másért jó. A reálsüsű az ért a számítógéphez, de nem tud énekelni. De az nem azt jelenti, hogy attól kezdve hülye lenne, dehogy is. Ő találja fel neked a telefont, ő találja fel neked a villanykörtét, vagy ő találja fel neked a frasz tudja micsodát, a mosógépet. Tehát ez a lényeg. A reálsüsű megint óriási nagy dolog. Hát a férfiak inkább reálsüsük, a nők meg inkább humánsüsük. De ez nem azt jelenti, hogy ő igen, mert a másikhoz süsű, nem a sajátjához, a másik dologhoz süsű. Olyan, hogy mind a kettőzért olyan kevés van. Most ezek a feltalálók. Mert én tudom nagyon jól, hogy az igazán nagy feltaláló barátaim, és van egy csomó, hát a feltalálók szövetségének is alapító tagja vagyok. Tehát még a Jurta Színházban, amíg ott voltam. Az még az Átkosban volt, az olyan régen volt. És az a lényeg, hogy ott összejöttünk, hát nem lett bele semmi persze, mert meg kellett volna reformálni a rendszert is. Ugye, mert az a probléma, hogy már a találmányi hivatallal kellene kezdeni az egésznek a felrobbantását. Úgyhogy ahogy van. Tehát most mit tudom én, olyan, hogy beadtam egy 5. generációs számítógép szabadalmat, és öt ügyintézőnő volt, 7 év és 7 hónapig szarakodtak vele. Elég jó. 5 ügyintézőnél volt, és mind az 5 ügyintéző hülye volt hozzá, mint a sár. Az utolsó egy építész volt, aki üzette, de az építészettől is hülye volt, mert kérdeztem tőle olyan dolgot, és ahhoz is hülye volt. Tehát ez egy spiné volt, akit oda beültettek, építész végzettsége volt neki, de nem volt túl nagy észtraktor. Oda beültették, azt ott kínoszta a feltalálókat, hogy ide tegyen veszőt, vegyek ki a veszőt. Ott bürokratáskodott. Hát a végén majdnem pontosan ugyanaz lett elfogadva, mint amit beadtam legelőször. Tehát futottam 200 kört a habokra. Tehát ez az egész. 7 év és 7 hónapig, ez Guinness rekord. 7 év és 7 hónapig nem kaptam meg az 5. generációs hardware a szabadalmat. És az a nagyon érdekes, hogy ez közben megjelen nyugaton. Érted? Mi a pláne, hogy kilopja, és akkor kap valami alamizsnát, és akkor ő marha boldog, mert mit tudom én, ha te most hirtelen kapsz 1 milliót, akkor te baromi boldog vagy. Hát azt közben, hogy ő csak lefénymásolt valamit, azt elküldte, az semmi, tessék parancsolj. Mi van akkor, hogy ezt nem kilopta, hanem ugyanúgy benne van a szellemi térben, mint az egymás egy időben történt feltetés? Nem annyira, mert te speciál pont az a cég kezdte el megvalósítani, akinek én először megmutattam. Úgyhogy annyira a szellemi térben már nem. Szóval én hiszek ebben a közös, nagy közös szellemi térben, ugye, mert hogy valami ilyesmi tereng a pszichológiában, ez egy elterjedt dolog, hogy nincs előző élet, hanem egy szellemi tér van, egy nagy közös tér, amiben, de van ilyen. Jó, de ilyen. Erre gondoltam. Nem erre gondoltál. Nem. De ez is egyfajta szellemi tér. Tehát mondjuk egyszerre találták fel a telefonközpontot, vagy egy csomó mindent. Igen. Vagy mondjuk egyszerre adták be a Bolyai, meg a Lobocseszki egyszerre adta be a Gaussnak a ellenőrzésre a matematikáját. Igen. És az az érdekes, hogy ezek nem találkoztak, tehát nem egymásról másolták le. Akkor még nem lehetett, nem volt internet, ennyi, azt már át is küldtem. Egyéb se nagyon. De ezek elzártan éltek viszonylag a világtól, egymástól is, és ennek ellenére egyszerre fedezték föl. Tehát visszatérve, nagyon-nagyon fontos az, hogy az emberek előbbre jussanak. Előbbre jutni meg csak jó feltalálókkal lehet. Most az lenne a legfontosabb dolog, pont azért mondtam, hogy a szabadalmi hivatallal kellene kezdeni. A szabadalmi hivatal az ilyen hogy mondjam, megjelenésgátló hivatal, vagy mi a fenének nevezzek. Komolyan, hát Olaszországba beadok egy szabadalmat, és 3 hónap múlva megkapom rá a találmányt.
3 hónap múlva. Itt 7 év és 7 hónapig szarakodtak velem, és a végén már csak mintaoltalomnak tudtam levédeni, mert már mit tudom, 7 milliót kellett volna fizetni. Miből? Egy feltalálónak nincsenek erre milliói, mert a feltaláló az feltaláló. Az nem millió, most az feltaláló. Na jó, adnak ám pénzt. Így adnak, így. Itt van mennyi? 7 millió? Tessék. Így adnak, komolyan. Csak egy nagy baj van. Holnap már nincs házad. Mert ezt úgy csinálják, tudod, hogy behúzzanak vele a csőbe, adnak pénzt. És akkor mindenedet elveszik, és attól kezdve te nem fogsz ugatni, hát örülsz, hogyha ennivalód van, mert már annyira kizsebelnek, hogy örülsz, hogyha nem a híd alatt kell aludnod. Hihetetlen történet, és ez így működik. És ha nem, akkor meg lelőnek, mint a kutyát, mert ez is benne van a pakliban. Tudnék, itt iszonyú sok milliárdról van szó. Nem is hiszed, hogy mennyire. Most volt ilyen cirkusz, mert ilyen feltaláló, aki feltalálta ezt a biogázos akármicsodát, azt már az összes titkosszolgálat üldözőbe vette, az oroszok el akarták rabolni, aztán a svédek érdekes módon akarták elrabolni. Szóval voltak érdekes történetek a feltalálókkal, vagy mondjuk a vízautót, aki feltalálta a horvát úr, az feltalálta egy esővízzel menő autót, amiben esővizet töltesz, nem kell bele benzin, esővíz kell bele, az meg hát nem nagyon drága. Összegyűjtött hordóba a tetőről, ami lecsorog, aztán annyi kis szűrőt, kiszűrt belőle a falevelet, aztán szia, megy vele. Most egy tésztaszűrő már nehogy már gond legyen, vagy egy vászonszűrő, és akkor ennyi. És megy vele, tudnélik, az az érdekes, hogy rájött arra, hogy nem egyen árammal kül elbontani a vizet, mint amit mindenki adovál a fizikába, mert az egyen árammal valóban rettentő rossz hatásfokkal lehet elbontani a vizet. Csak úgy mondanám neked, ha húzol egy drótot, sokkal nehezebb eltörni, vagy elszakítani, mint a hajlítgatót. Így érted, ugye? Ha hajlítgatom, akkor fölmelegszik a drót, biztos próbálkoztatok már ilyen, miért tudom én ilyen vékony vasdrótnak az eltörésével, biztos mindegyikötök már szórakozott ilyen karácsonyfa, csillagszórónak a drótját eltörni, vagy mindenki próbálta. Na most, ha ezt megpróbálod eltépni, nem olyan egyszerűen. Tehát hiába csavarod rá az ujjadra, nem bírod elszakítani. De ha hajlítgatod, viszonylag kis erővel el tud törni. Ugyanerről szól a történet. Tehát nem egyenáramlal kell bontani, hanem egyenáramú impulzusokkal kell bontani. Impulzus sorozatokkal. Tehát fogod magad, és ilyen gyors impulzusokat így egymás után ráküldesz. És akkor az rángatja szét fel a vízmolekulát, és széttörik, szétjön. És arra rá lehet segíteni mágnessel. Tehát, ha van is magnetolízist, egy helyen találtam az interneten, ez nagyon, nagyon kevés helyen, egy helyen találtam, megvan az a régi cikk, egy régi cikket találtam csak meg, magát a leírást nem, csak egy régi újságcikket, hogy magnetolízis, nem elektrolízis, ugye, amivel elektromosan bontott, hanem magnetolízis, mágnes. Most a mágnesekben, hát az akkori mágnesek, amikor ezt a cikket írták a 60-as, 70-es években, mennyi a régi cikk, ezek a ferrit mágnesek, meg báriumferrit mágnesek, meg ez a kis ócska, kis vacsak, gyenge mágnesek voltak. Hát most ahhoz képest már 500-szor erősebb mágnesek is vannak, amit elérhető áron lehet venni. Most, és ugye nem kell állandóan mit csinálni vele, csak oda teszed, azt már bontja a vizet. Hát oda tettem, nem bontotta a fene az anyját. Na most, de mi a lényeg? Ha erre rásegítesz mondjuk, tehát ha kombinálod ezeket, akkor a dolgot lehet ám javítani. Tehát a mágnessel előfeszíted, és utána egyenáramú impulzussal rángatod. Na, akkor már lehet, hogy sokkal jobb lesz az eredményed. Tehát az a horvát úr, ez Ausztráliában felfedezte ezt a dolgot. Egyébként önnek is hangszóró mágnesek voltak benne a vízbontójában. Két ilyen kerek hangszóró mágnes. Hangszorok hátuljában van egy ilyen nagy fekete mágnes. Talán láttatok már ilyen szétbombázott tévét, abban van belül átul egy ilyen hangszoró, és a hangszor az egy ilyen nagy tölcsér alakú a hangszoró, és annak hátsó részében van egy mágnes. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nem, elég. Csak annyi volt, hogy ilyen kicsit a tarkom ezért besűrűsödött. Na tehát a rángatom is, meg mágnessel is húzom, ez már elősegítette a bomlását, tehát mondjuk kétszer annyi kezd a mágnes hatására bomlani. Elektréteknél tapasztalható, csináltunk mágnest
Műanyagból, az a szórakoztunk. Nem volt benne vas, egy szem sem. Csak műanyag. És a szintiszta műanyagot nagyon erős mágneses térbe köttettük meg. Ilyen kétkomponenses műanyagot. És ez a kétkomponenses műanyag megkötött, és utána kivettem a tokból, de ez egy ilyen félsztolnak a kupakjába öntöttem. Talán mindegyikötök ismeri, amelyik ilyen kis lapos volt a két oldalról a kupakja, ilyen kis vékony fineliner, vagy mi a fene volt annak a neve. Ilyen kis vékony fogású kis félsztolacska volt, ilyen kisméretű magyar vacak. Hamar beszáradt meg minden, de volt ilyen, talán emlékszem, ilyen vékony kis félsztolacska volt, vékony volt maga a toll is. És az ilyen műanyagcső volt, és egy ilyen fekete kupakja volt neki, aminek két oldala ilyen párhuzamos volt, ilyen lapos. Az pont jó volt, mert beleöntöttem a műanyagot, az olyan volt, mint a tejföl olyan sűrű, beleöntöttem, beletutykoltam a gyufaszállal egy cérnát, és a két oldalról annak a lefolyt alulra, és annak két oldalról ráraktam egy bazli erős mágnest, az nem esett le róla, mert ugye két oldalról vonzották egymást a mágnesek, azon a lapos felületen szépen megálltak, rátettem, megkötött a műanyag, és utána kivettem, fogóval letéptem róla ezt a kupakot, ezt a fekete kupakot, mert ez ilyen kiszáradt főztolból származott, és akkor letéptem róla, és ott maradt ez a műanyag, és akkor fölakasztottam a lámpámra, hogy gyönyörűen vált észak-déli irányba a kupak. Vagy ez a, nem a kupak, hanem az a forma. Az anyja mindenit. Na de ez csak műanyag volt, nem volt benne vas. És mégis beállt észak-déli irányban, de már másnap nem. Tehát nagyon érdekes, hamar elvesztette a mágnesességet. De csináltunk ilyen elektrolitet is, hogy ugyanebből a műanyagból, hogy nagy feszültségű térbe köttettük meg a műanyagot, ilyen lapos dobozba kiöntöttük, két fegyverzet, két vaslemez, vagy két rézlemez közé beöntöttük a műanyagot, hagytuk megkötni, de közben rá volt kapcsolva 2000 volt nagy feszültség, és akkor az ott állt rajta, egyen feszültséget, rákapcsoltuk, és kész. És mi volt az érdekes, hogyha rákapcsoltuk a rádiónak a hangszoró kimenet, vagy a fülhallgató kimenetére, akkor szólt a műanyag. Lehetett vele hallgatni a rádiót. Szólt. Nem volt abban semmi membrán, vagy de semmi. A műanyag maga szólt. Rákapcsoltuk a rádiót, ráforosztottunk egy kis drótot, bedugtuk egy dugóval. Szépen szól a rádió rajta. És azt fedezte fel a fiam, hogyha rátette egy ilyen hangszoró mágnes kívülről, akkor kétszerű hangosan szólt. Tehát sokkal hangosabban kezdett szólni. És az elektrétek megváltoznak a mágneses tér hatására. Tehát ez egy érdekes felfedezés volt. Na most ez azért érdekes, mert elektrolitekkel csináltam aztán a gravitációs távcsövet, tehát a felfedezésnek ez egy eleme. És minden úgy jött össze véletlenül. Csak ott megcsináltuk, kipróbáltuk, és így tovább. Tehát mindig úgy működött. Mindig akkor jöttünk rá dolgokra, amikor, mit tudom én, például megpróbáltam azt, hogy befogtam satuba egy ilyen üzébe való ilyen héra, gáz égőbe való, az ismeritek, ott csatogos szikráztatója volt neki, ilyen gáz érzékbe rakták, kazánokba is rakták, meg máshová is ilyen, megnyomtad olyan, mint a gázöngyújtón a piezós öngyújtó, csak ez egy bazli nagy, két ilyen nagy, újnyi nagy, ez ekkora nagy piezó van benne, és akkor, ahogy ráüt egyet a rugóval, tss, nagyon csattan, és akkor üt egy szikrát bent a gáztűzhelybe, az gyújtja be a gáztűzhelybe. Volt ilyen héra gázég, most is van olyanom, a szikra nem megy benne, de mert az már leamortizálódott, de az megy, a még mindig működik maga az a gázég. Na, ez a lényeg, hogy ezzel befogtuk a satuba, jó ráhúztuk a satut, ilyen szigetelő üzéket tettünk mellé, és utána azzal szórakoztam, hogy rövidre zártam a két fémlemez volt mellétéve, aztán meg nagyon jó szigetelő a satúba, és ráhúztam a satút. És akkor rövidre zártam egy csavarhúzóval a két fémlemezt, akkor egy nagyot kattant a satú. Ebből valamire nagyon nagy dologra lehetettem rájönni. Hogy úgy viselkednek egyébként, mint a folyadékok lennének. Hidraulikaszerűen viselkednek az elektronok, arra jöttem rá. Teljesen hidraulikaszerűen viselkednek. Igen, rá is kapcsoltam 2000 voltot mindjárt kíváncsiságból erre a kis befogott szarra.
úgy levágta a százas satúnak a fejét, hogy magam is meglepődtem. Tehát ez a kis vacak kis piezó, azt a százas satút, ami azért tonnás erőre képes, úgy levágta a fejét, hogy lerepült egyből, eltört, kész. Hú, mondom az anyát, micsoda erő van ebbe. Igen, mert hogyha hirtelen ütsz oda neki, és ez nagyon hirtelen üt oda neki, akkor az anyagok másképp viselkednek. Tehát másképp viselkedik, ha lassan terhelem meg, folyamatosan, meg akkor is másképp, hogyha odavágsz neki. Tehát nagyon hirtelen. Hiába ugyanannyi teljesítményt kap, az nem ugyanaz. Megváltozott, lelőtte a satú fejét, kész. Mondom, ennyi a csatunak, ennyi a kevesebb. Mert lelőtte a fejét a satunak egyből. Ebből megint lehetett valami csinálni. Igen, egy OMV fejlesztést csináltunk is belőle, és ez egy 6 milliós fejlesztés volt. Meg is csináltunk egy ilyen piezos mikroléptetőt, át is adtuk. Tehát aztán a kutyának se kellett, de mindegy, átadtuk. Akkor volt rendszerváltozás, úgyhogy elbukott a történet. Így szokott ez lenni. Akkor volt rendszerváltozás, és akkor ez annyi lett ennek. De működik, egyébként ilyen van a fényképezőgépekben, a mostani fényképezőgépekben, ez lépteti az optikádat, forgatja, egy ilyen USM motor van benne, egy ilyen ultraszonik motor, ami ultrahanggal megy, hogy ne halljad a virtyogását, amikor állítod a kamerádat vagy a fényképezőgépedet, akkor ne halljad ezt a eszeveszett ilyen sivítását, mert ez ilyen ultrahanggal megy, már nem hallod. Sivít az, mint az állat, a kutyák meg őrülnek tőle, de te nem hallod, és akkor azt hiszed, hogy nincs is semmi. És ez lépteti ezeket a kis finom mechanikákat. Arra elég bőven. Hát egyébként tonnás erőre is képes, amit mondtam. Tehát azért meglepően nagy erőkre is képes. Fejlesztettünk egyet, jó volt. Hát jó, megcsináltuk. Átadtuk határidőre, és kész, és rendben volt. Elfogadták, és minden rendben volt. Csak akkor mondom, akkor volt a rendszerváltozás, közvetlenül. Úgyhogy alig, hogy átadtuk, meg is bukott mindenki, minden, kész, vége lett. Mindent lebontottak, kész, vége lett. A cégemet is, minden bomlott elfele, úgyhogy annyi volt. De én élveztem, szóval, de közben felfedeztük a gravitációs hullámokat. Na, ez mondható véletlennek, bár céltudatosan kerestük, de mondható véletlennek, hogy rátaláltunk módszerekre. És akkor a módszerek tovább és tovább vittek minket, ugye, mert mik azok a gravitációs hullámok? Tehát a gravitációs hullámok azok az éter hullámai. Csak hogy az éter hullámai, a síkagyúak nem képesek kilépni a saját ketrecükből, benn vannak és be vannak zárva örökre. Tehát amikor azt mondja nekem a Stephen Hawking, hogy the universe is really flat, akkor az engem elgondolkoztat. Tehát, hogy az univerzum valójában lapos, azt mondja. Really flat, az valóban lapos. Hát valóban lapos a franc, dehogy lapos. Hát neki idáig terjed a laposságig terjedt az elgondolása, a lapos földnél tartanak. És innen nem tudott kilépni. Egész életében. És az a nagyon érdekes, hogy közben zseniális, matematikus, zseniális, de akkor se tudott kilépni. És hiába egyetemi professzor, nem tud kilépni. A tanár segédje, akinél tanult, tehát akinél kolokvált, meg mit tudom, a tanár segédje, a Penrose, az a lázadó, ez a nagyon érdekes. Tehát a tanára a lázadó, és ő a konzervatív. Ez a borzasztó érdekes. Hogy úgy gondolnád, hogy a tanár az konzervatívabb a diáknál. Aztán fenét, ő a konzervatívabb. Nem tudnak kilépni, hát most már 50-60 éve ezzel szarakodnak, nem tudnak kilépni a gravitációs hullámokkal, meg a fekete lyukakkal foglalkoznak, és én is most már 20 éve kőkeményen foglalkozom a fekete lyukakkal. Nagyon érdekes téma. Csak hogy én látni is akarom. Tehát én nekem nem elég, hogy hallok róla, meg olvasok róla az interneten, hanem én magam akarok valamilyen műszert fejleszteni rá, és sikerült. Megcsináltuk. Még akkor csináltuk meg azt az érzékelőt, amivel most már, ez már döglődik, már nem igen lehet mérni, mert már nem akar működni, mert a szegény szét lett hajtva, de hát 20 évig működött, azért az nem kis dolog, és már elegendő információ van, hogy tudjuk, hogy kell megcsinálni a még jobbat, mert ez a lényeg az egészben. Na most ez is olyan, hogy minden felfedezés használható jóra és rosszra. Minden felfedezés. Mert ezzel mondjuk a gravitációs távcsőnek a továbbfejlesztésével mondjuk kiválóan lehet régészkedni.
Kiváló az régészkedni, mert belelátsz vele a földbe. Ugye minden anyag a rájellemző hullámot kelti. A vas az vas hullámokat kelt, a réz az réz hullámokat kelt, az arany meg arany hullámokat kelt. Mindegyik másfélét. Tehát, hogyha egy kicsit bele mélyülsz, akkor kis szűrőkkel, egyebekkel ki lehet szedni a zaj közül azt az információt, amit te keresel. Hát, ha fölteszel egy bronz szűrőt, akkor a bronz fog megjelenni mindenhol, ahol bronz van, azt látod magad körül. Érdekes. Lehet vele lopakodó ellenes távcsövet csinálni? Mert ugye fölteszem azt a szűrőt, amiből az az anyag, amiből az készült, és akkor látom, mint a franc. Hiába, én nem bocsátok ki semmilyen radarhullámokat, mert arra fejlesztették ki, hogy a radarhullámokat ne odaverje vissza, honnan jött, hanem valahová, a francba, máshová. És ezért nem látszik a radaron. Kivéve a hülye orosz radart, ugye, a hülye orosz radar, hát ez nem tudta, hogy ez nem szabad neki csinálni, de látta a légörvényeket, amiket keltett maga mögött, mert olyan hosszú hullámú volt a régi ócska, csotrogány, csöves orosz radar, hogy az még működött a jogoknál, le is lőtték a lopakodót. Az amerikaiak meg voltak küldve. Hát persze, mert ezek még azt hitték, szóval mindig magából indul ki mindenki. Kipróbálták az összes radarjukkal, egyiket se látszott, fasza, kész, megnyertük a csatát, most már nem tudnak minket lelőni. De le tudják. Megmutatták nekik, hogy igen, a csotrogány radar meg még lát téged, haver. Tehát itt is az van, hogy a nagyképűség. Mindig a nagyképűséggel van baj, de nem az amerikaiak, nem általában. Az ember nagyképű. Akkor valamit felfedezett, azt hitt, hogy már mindent felfedezett. Nem fedezett fel semmit. Ugye nagyképűség volt az, hogy a mi ősapáinknak a tudományát lefikázták. Azt mondták, hogy hát ez ilyen futottak még, hát ezek ilyen hülyeségeket gondoltak, de mi? Hát ezek mi okosak vagyunk, ezek itt meg mind hülyék. Voltak, de majd mi megmondjuk a frankot, és akkor meg is mondták. Sokat haladtunk előre, ez a nagyon érdekes, de közben alapvető dolgokat, már azokat nem tartották nagyon fontosnak. Tehát azért utálnak engem, mert én azt mondom, hogy a fény nem is elektromágneses hullám. Minden könyvben ez van leírva, hogy elektromágneses hullám, de nem az. Soha nem bizonyította be senki. Azt, hogy hullám, azt igen, de az, hogy elektromágneses, azt kibizonyította, mert én ilyet nem láttam. Olyat láttam, hogy hullám. Igen, valóban az, csak nem elektromágneses, mert se mágneses, se elektromos jellege nincs. Na erre varják gombot. És akkor az egész világ meg nem veszi ezt észre. Hát itt van a pláne, hogy már nagyon nagyképű, már nem veszi észre az alapvető tévedéseit. Egyszerűen az alapvetőt sem veszi észre. Hanem nem fontos. Ilyet nem illik kérdezni. Ilyen már volt az egyházban is. Hogy ilyet nem illik kérdezni. Mint a Szent Háromság. Nem illik megkérdezni. Megkérdeztem én a paptól, hogy hát de magyarázza már el nekem, hogy is van az a Szent Háromság. Ilyet nem illik meg, ebbe hinni kell. Hát mondom, jó van, hát. Érted? De hát ez vékonyka. Az egész egyháznak ma már a lényege az, hogy hit. Hiszek egy Istenben. Hiszek. Nem tudom, hogy van, hanem csak úgy elhiszem. Ez gyér. Mert a régen az ős keresztények azok nem elhitték ám az Istent, hanem biztosra tudták. 100 dologból kiderül. A régi görögöknek a fejezéseit meg mindent olvasgatod, akkor 100 dologból kiderül, hogy ezek tutira tudtak mindent. Jókat mondtak tudnélik a világról. Nagyon jókat. De azért mondanám azért, Demokritosz már az atomokról beszélt. Azért vedd már észre, mikor 2500 évvel ezelőtt Platón. Hogy a francba? Honnan vették ezeket? Persze, értem, kiszopta az ujjából, magától értetődik, megálmodta, meg minden hülyeséget lehet beszélni. A görögök már csak egy terciér civilizáció volt, nem is mondom, hogy szekunder, mert a franc tudja, már hányadik kézből jutott hozzá valami információ, hulladék, morzsa. Ott voltak az egyiptomiak, na az egy primer civilizáció volt a Földön, egyébként nem, a Földön igen. Tehát egy kezdő civilizáció, itt ők kezdték. Csak azért mondanám, hogy az egyiptomiaknál 13 ezer éves feljegyzések voltak a napfogyatkozásra. Micsoda, 13 ezer éves? Na de haver, hát az írásbeliség 6 ezer éves. A világot az Isten 6 ezer éve teremtette. 7 ezer éve mondják a keresztények.
vagy a zsidók is. Hát baj van ezzel. Hát az kétszer annyi idő. Hát hogy a francba? Napfogyatkozásról. Hát csak úgy mondanám, hogy na jó, akkor most szopd ki az ujjadba, hogy mikor lesz a következő napfogyatkozás Budapesten. Számítások nélkül. Mondd meg. Mert hogy előre tudták, óra percre. Talán láttátok, öreget látták a Fáraó című filmet. Ugye emlékszel rá? Olvastad is meg, ez egy jó lengyel film volt. De mi volt benne a lényeg? Hogy óra percre azt tudta, hogy most lesz a napfogyatkozás. És akkor előre bejelentett, hogy elveszem tőletek a napot. Akkor megtámadták a templomot a rabszolgák. És akkor elveszem tőletek a napot. És nap eltakarta, a hold eltakarta a napot, sötét lett. Az rabszolgák beszartak, elásták magukat a homokba. És utána jól van, visszaadom. Mert tudta, hogy úgyis vége lesz mindjárt a napfogyatkozásnak. Hát ennyi a történet. Na de ez egy nagyon egyszerű dolog. Hát értjük, de hogy francokat értjük. A Föld egy gömb, a Hold is egy gömb. Hogyha azt hitték az őseink, amit nekünk tanítottak és mondtak és solykolták belénk, hogy a Föld lapos, akkor kinyalom a segét annak, aki lapos Földre ezt kiszámolja. Csókolom. Tetszik érteni? Itt van a probléma. Fényes nappal az M2-t kinyalom a segét. Komolyan. Mert hogy ez egy hülyeség, hát ilyet nem lehet beszélni, ez tudománytalan hülyeség, és a tudomány ezt terjeszti. Ezt hallom, létre nyomom, hallom, hogy hát mondom, de ne, mondom, én csillagászatot tanultam, mondom, ne, ez, figyelj, ez nem annyira, ki lehet számolni, de csak gömbbel, azt nem lehet kiszámolni síkra. Mert itt kezdődnek a nagy bajok. Hogy alapvető dolgokat a diákok nem vágtak a tanárok fejéhez. Hogy tanár úr, ez egy hülyeség. Azt tetszett még tegnap előtt mondani, hogy lapos a Föld, lapos Földre hogy lehetett a vetületet kiszámolni. Tessék nekem elmondani. Tudni, egy ilyen hajlított pióca alakú árnyék vetül a Földre, tehát itt kezdődik a napfogyatkozás, először csak egy ilyen kis keskeny, egy ilyen hegyes, keskeny kis valami, és aztán szélesedik, egyforma széles egy csomó ideig, aztán keskenyedik és eltűnik. Tehát így néz ki a napfogyatkozás a Földön. Most ilyen piócák, ha megnézed a Földnek a térképén, hogy hogy vannak, össze-vissza vannak ilyen piócák a Föld térképén, hogy hol volt napfogyatkozás, és mennyi ideig tartott, és hogy volt, és mit tudom én. Baj van. Ezzel nagy baj van, ugye? Mert ez vetületben nem jön ki. Tehát egy csomó dolgot egyszerűen a diákok nem mernek észrevenni. Nem meri észrevenni, mert fél, mert egy agresszíven megfélemlítő iskola rendszert építettünk ki, és ebben az agresszív iskola rendszerben természetesen mi van? Hát, hogyha a diák megmer szólalni és kérdezni valamit, akkor egyes kap, hogy kilóg az osztálynaplóból. És akkor meg fogsz bukni, fiam, és akkor kész. Meg van zsarolva szegény diák, meg van félemlítve, hogy ne gondolkodjál, fiam. Mert ne gondolkodjál, majd én megmondom neked a frankót, te meg ne gondolkodjál. És az a probléma, hogy a nem tudomot is belevesszük ebbe az anyagba. Nem azt mondja becsületesen a tanárok jelentős része, hogy hát fiam, ezt még nem fedeztük föl, ezt nem tudom. Hanem van egy marhasság kitalálva rá valamilyen mese, és azt beveri a diákok fejébe. És ez a gondolkodás gátolja. De borzalmasan gátolja, mert nem mer tovább lépni. Ez a dogma, és innen nincs tovább. Tehát hiába működő dolgot mutatok valakinek, működik, olyat mutatok meg, hogy működik, nézd meg, itt van, felrúgja azt a szabályt, és tessék, itt van, működik. És hiába egyetemi tanár okos, vagy nem jön el megnézni, ha szólok neki, mindent megnéz, kivéve ezt, akkor hirtelen nem ér rá. De miért? Mert abban a pillanatban ő neki már nem lehet azt mondani, hogy nem láttam. Nincs ilyen. Ez olyan, mint az UFO, tudod? Hogy egészen addig, ameddig valaki nem találkozott egyel a valóságban, addig azt hiszi, hogy ezek ilyen, hát ezek mesék, ilyen népi mesék, kitalálnak ilyen hülyességeket, és akkor azt mondják, hogy ilyen UFO-t láttak meg, hogy pedig csak a Vénusz volt. Na most a helyzet az, hogy pedig csak nem a Vénusz volt, mert mondjuk a Vénusz nem száll a búzatáblára, vagy mit tudom én. Szóval ilyen bajok vannak ezzel. És rengeteg olyan dolgot látnak emberek, megbízható emberek is, akikre azt mondom, hogy na hát ilyet nem biztos nem hazudik, miért hazudna? Tehát, hogy látott ilyet, látott olyat, de csak négy szem közt meri elmesélni, és
kamera előtt meg már legritkábban. Volt ugyan már, tudok neked ilyen mutatókat, mutatok neked akár ilyen felvételt, és amikor elmeséli a veszprémi repülőtérnek a parancsnoka, hogy hogy szállt át a beton fölött nekik az UFO 10 méter magasan. Tehát elmeséli. Na, a nagy tévében nem ment le adásba. De ez nekem megvan, mert a veszprémi helyi tévébe lement. Hát, hogy látták a radaron, hogy hát de nincs fel repülő. Mi a franc jön? Valami jön. Mi a rosszabb jön? Én alacsonyan jön. Mi a franc ez? És látják a valóságban, így megy át előttük a toronyból. Hi, ott jönni! És csak, ha, ho, ott megy, tök alacsonyan a kifutópálya fölött, átrepült egy UFO. Alacsonyan. Most erre mit lehet mondani? Látták a műszakiak, látták a parancsnok, látta mindenki, pilóták, mindenki látta. Hát ugye azt lehet mondani, hogy nincs. Nem láttam, nincs. Ezt lehet mondani. De a valóság nem ilyen. Van is egy ilyen filmem nagyon aranyos, a Szentesi, aki mindig nyilatkozni szokott a hadügyminisztériumban, van egy ilyen filmem, még az Áron TV-ben vették föl. Van egy ilyen filmem, hogy beúztam a Szentesit a csőbe, és azt mondja, hogy milyen ufók, mit láttál te, hogy Handa bandázi, és akkor utána elterik egy 10-15 perc, és akkor ott egyszer csak azt mondja, nem, mert az ufók azok másképp repülnek, azt nem lehet a radaron összekeverni. Micsoda? Ami nincs az, hogy repül másképp a radaron? Nagy de érdekes. Megvan a felvétel, meg tudom neked mutatni, hogy ez egy szakértő. Ez ugyanaz a szakértő, aki azt mondta, hogy az ukránok nem lőtték le az izraeli repülőt, mert el se látnak odáig. Ez ugyanaz a szakértő. Aztán két nap múlva kiderült, hogy az ukránok elismerték, hogy tényleg ők lőtték le. Egy charterjáratot véletlenül a hadgyakorlaton elszabadult rakéta meglátott, majd célpont, puf, kilőttek ezt. Ez egy utasszállító volt szegény, belehullottak a Fekete-tengerbe, és hát ugye nem lehetett letagadni, mert mostanában már hungarocellel vannak ezek a repülők, a fene egye meg. Kifújják belül hungarocellel, de kifújják, tehát rátapad az alumínium lemezre. Az hungarocell nem csak bele van dugdosva, hanem az már rá is tapad, mert ott habosodik a lemezen, és ez ott marad. Na most ettől kezdve ugye nagy gáz van, mert följön a víz tetejére. A hulladékok is följönnek a víz tetejére, mert rá van egy ilyen vastag hungarocell egy alumínium lemezre fújva, az fölhozza a víz tetejére, kész. És akkor lehet látni, hogy a repesz innen ment befele, vagy onnan jött kifele. Lehet mondani, hogy terroristák felrobbantották a repülőt, igen, de akkor belülről kifele megy. Ha meg kívülről befele ment a repesz, azt lehet látni, hogy ezen az oldalon be van festve, az oldalon nincs befestve. Szóval lehet látni, na, nem kell hozzá szakértőnek lenni, egy nagyon hülye is látja, hogy ez innen ment befele, ez a repesz. Mondjuk egy ilyen repülő elhárító rakéta, ugye repesz gránátot robbant a végén általában, és akkor a hajtóműre élesedik be, hogy meglátja, jó kis meleg hajtómű, és akkor azt kell kergetni, ugye? Ezért dobálják a helikopterek azokat a tűzjátékokat a hadszíntereken, talán láttatok ilyet. Megy a helikopter, meg a repülő, és akkor pitty-buty szórja magával ezeket a tűzjátékokat. Nem tűzjátékot akar rendezni szegény afgánoknak, hanem fél osságbe lövik. Mert a váron indítható rakétákkal, az orosz szarokkal, meg az amerikaiakkal, az Osama Bin Ladent azok szerették fel fegyverekkel, nem vicc, tényleg, és ők képezték ki. Aztán most hirtelenében ez lett a közellenség, nagy de érdekes. Na, a váron indítható rakétákkal leszették ezeket a repülőket sorban, meg a helikoptereket, és hát ez nem tetszett. Na, mit gondolsz? Miért gyűjtötték be olyan ijedten Magyarországon az összes váron indítható rakétát? Most volt óriási pénz, segélyt kaptunk. $1 millió segélyt, mert mit tudom, mint én őrült nagy. Mert begyűjtötték, és megsemmisítették az összes váron indítható rakétát, az oroszt, ami itt volt még, mert még működött volna. Esetleg, hogyha meg akarjuk védeni, mondjuk ilyen légitámadás esetén az országot, ne legyen mivel. Hát ugye krumpli puskával nem lehet. És akkor hát ugye ezért elszedték még ezeket a vackókat is. Mert lejárt a szavatossága is, milyen veszélyes. Igen? Nem az a veszélyes, abban a szívem van. Az a veszélyes, hogy te még véderővel rendelkezel. Minimális, de valami véderővel rendelkezel. Ez a veszélyes. Csak jobban figyelj oda. Mert hogy nem figyelsz oda, hogy szép lassan eltűnt már minden erőnk. Majd szépen, hogy innen egy kicsit, onnan egy kicsit. Ajzéknek meg. Yeah.
mint az albán légvédelem annak idején, hogy segítsünk az albánoknak, adjuk oda, adjunk nekik egy tankot. Jó, adjunk. Adjunk nekik mind a kettőt. Szóval körülbelül ez a véderő. Ugye az a maradék kettőt adjuk oda neki, az albánoknak, mint légvédelem. Tehát ez ugyanolyan, hogy gyerekek itten, most már nem sok esélyünk van, most már érted, a következnek a nagy cikik. Nagy cikik következnek. Mert egy védtelen országra hamar rá gondolnak, hogy most már nem tud védekezni. Ráadásul mondogatjuk magunkról. Ugye, még a katonai szakértők is mondogatják. Ja, hát hogyha nincs nektek semmitek, akkor majd megyünk mi arra. Nem már bántani, nem bántunk titeket. Hát hogy bántanánk? Hát felszabadítunk. Volt a három nagy dúlás, tudjátok. Török dúlás, tatár dúlás, meg a felszabad dúlás. Tehát lesz egy negyedik dúlásunk is, majd kiderül. Hát, igen. Na, a lényeg az, hogy gondolkodjunk egy kicsit az idő szerkezetéről, jó? Ha már itt ez a szép kis tábla, megnézem, hogy fog-e attól. Ha fog, akkor gondolkodunk, ha nem fog, nem. Izguljatok. Fog. Jó, akkor peketek van. Tehát beszéltünk arról, ugye, hogy van egy ilyen, ismeritek ezt a jelet? Ez egy ősi népi jelünk. Ismeritek? Fénymag. Igen, ez a fénymag, de ezt így is szokták ábrázolni. Mutatom, egy vonallal szokták rajzolni. Ismeritek ezt a jelet? Ez megvan nekünk, tehát nem én találom ki, ez a néprajzunkban megvan. Ezt a néprajzkutatók, meg a művészettörténészek ezt a formáját úgy hívják, hogy fénymag. Ha egy kicsit jobban megnézed a Szent Koronát, akkor lehet rajta találni egy csomó ilyen fénymagot. Vagyis, hogy ez nem most keletkezett ügy, hanem ez már nagyon, nagyon régen van. Gyere már, keresd egy Szent Koronát közben, légy szíves. Ő a nagy segédem. És ő meg is találja a gépen, mert az is nagyon lényeges, hogy megtalálja. A Universitáson a koronában van olyan kép, amin ez látszik, a Szent Péter képen például. Nem fogod a NOT 32-t felfrissíteni, mert nincs van hálózat. Tehát ez a fénymag a világegyetem lényege. Erről beszéltünk már. Ez a fénymag az, ami parányi, a világon a legkisebb valami, ami csak létezhet. Ez az atomoknál sok nagyságrenddel kisebb. Ez a világon a legkisebb. Tehát ilyen fénymagból mondjuk egy neutronban körülbelül 740 ezer darab van. 740 ezer dimenziós egy neutron, ezt képzeld el. Mert minden egyes ilyen fénymag egy dimenzió forrás. Tehát olyan messzire vannak a megoldástól, amikor három meg négy dimenzióval dzsúdoznak, hogy még 100 vagy 1000 év múlva se fognak rájönni ezen az úton a megoldásra. Nagyon messzire vannak tőle. De nem baj, tudjuk a megoldást, ez a nagyon lényeges, hogy már megvan. Majd oda lögdössük a kezüket, hát más nem tudunk csinálni. Van ott egy ilyen Szent Péter kép, hol van, ez. És ha megnézed, itt ilyenek vannak, látod? Tehát ez már nagyon régi. Ez a korona, ez eredetileg az elképzelések szerint ugye Szent Istvánnak a koronája, de most analizálták, körülbelül 10 évvel miután ajánlottam, tehát lassú felfogásúak, úgy is mondhatjuk, de most csináltak róla egy röntgen spektrométerre megnézték a koronát. Ezzel rögtön el lehet dönteni, hogy az alsó, meg a felső része ugyanabból az aranyból van-e. Ugyanonnan származik, ugyanabból a műhelyből. Tudnék, minden egyes aranytárgy, minden aranybánya egy új lenyomat. Mindegyiknek a nyomelemeiről tudni lehet, hogy honnan bányázták. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát ez nem onnan való, mert látszik. Olyan, mint egy új lenyomat. Nem lehet szélámoskodni vele, minden aranytárgyban ez jelen van. Nem csak az aranytárgyakban, vasban is, meg másban is. Csak ez nem annyira szokásos, de az aranynál ezt nagyon szépen lehet használni. Tehát visszatérve a fénymagra,
Ez a fénymag felváltva, ilyen nem létezik sose. Tessék, parancsolj. És egy helyről származik akkor a két rész, akkor nem? Nem tudjuk, még nem hozták nyilvánosságra, de szerintem igen. Szerintem igen, több dolog utal erre. Már azért is, mert gyárilag úgy van elkészítve. Szóval, mert azt mondták, hogy ez egy felső rész, ez máson volt, az alsó rész megint máson volt. Szóval ilyeneket lehetett hallani, de biztos, hogy nem igaz. Annyira utalnak rá jegyek a készítőknek a jellegzetességei, hogy tutira igaz. Most a koronánk az Aachenbe volt nagyon sokáig. Tehát a Aachen. Ez még akkor került oda, amikor a Nagy Károly elraboltotta ezt a koronát. Ennek a koronának a párja meg Angliában volt. Van egy párja ennek a mi koronának. Annak a párja arról ismeretes, hogy nincs neki oldalpántja. Csak egy ilyen pántja van. De ugyanúgy néz ki, mint a koronán, csak ez a pánt, ez nincs rajta. Az Artúr koronája, így van. Van is róla festményen, látszik ez a korona, földre leesve, mert meghalt az Artúr, és akkor a földön ott a korona. Ez egy festmény, de visszatérve, ilyen nem létezik. Ennek csak tulajdonképpen mindig egy, vagy ez létezik. De mind a kettő egyszerre nem létezik. Ezek olyan gyorsan léteznek felváltva, hogy ilyennek látszik, de igazából ezt sosem látjuk, ezt a részét, a másik részét, mondjuk csak ezt látjuk, vagy csak ezt. De mind a kettőt sose láthatod. Tudnék, ez két létezés. Ez ott van benned is, minden atomodban. Ennek a képére és hasonlatosságára csinált téged az Isten. Mert ez maga az Isten. Ez az érdekes. Tehát az Isten az maga az a fénymag, amiből a világegyetem keletkezett, ez az ige. Na most, és minden, ami lett az igéből lett, aztán már minden stimmel. Szóval szépen összejön utána, logikus, ott van, rendben van, semmit nem kell itt bemagyarázni, ott van, nézd meg. És ezeket is leírják, tehát utána lehet nézni, mert ezeket is pontosan leírják, ezeket az elemeket. Néha külön kell összekaparászni, mert hogy az egyik szentkönyvben ez van leírva, a másik az, de amikor összerakod, akkor szépen passzolna. Tehát nem kell félni, hogy nem fog passzolni. Minden gyönyörűen stimmelni fog. És visszatérve, ez a forrás, ez felváltva létezik, persze nem így külön-külön létezik, hanem mindig egy helyen, nem is tud más helyen, ez egy iszonyatosan gyorsan váltogatja egymást, nem tud más helyen lenni. Mert olyan gyorsan, amit te elképzelni nem tudsz. A világegyetem leggyorsabb rezgése, hát az nem tud miközben elmenni messzire, hiszen ott rezeg mindig. És benned is ott van, tehát ott ülsz most a térben, és ott ül egy másik ugyanilyen ember, aki teljesen úgy néz ki, mint te, minden mozdulatodat eddal együtt mozog, csak a tükörképed. És létezik, mert a létezés másik felében nem lehet más, hát hiszen minden forrás ott van, ahol a tied. Mit kelthet egy ugyanolyat, mint te? Legfeljebb egy hangyányival tud arrább mozdulni mindig, de nagyon-nagyon parányival tud mindig arrább mozdulni. Mert hogy ezek egymást hozzák létre. Tehát az egyik a másikat hozza létre, a másik az egyiket hozza létre. És ez a lényege az univerzumnak, ezt képzeld el. Tehát ez a leglényegesebb lényeg. Ennél nincs nagyobb lényeg. Aki ezt megérti, akkor az már kezd ott lenni a szeren. Szóval az már parancs meg. Ez az antitér? Ez az antitér. De ugyanúgy létezik a téridőben, a fénykvantumban, az anyagi részecskékben, meg mindenben ugyanez a jelleg megvan. Tehát mindegyiknek megvan a túloldala is. Nem tud másképp működni, hiszen ezek egymást tartják a létezésben. Mindig, amikor az egyik átkerül a nullpontján, ezen a középpontján, akkor egy érdekes, ezek nem így áramlanak, mint ahogy itt mutatom, tehát nem mint egy 8-as vonalat, ahogy húzok, hanem így áramlanak. És itt be. Itt le. Érted? Tehát ez, itt a közepén van a jelen. Ez az időforrás. Az a pici kis pont ott a közepén a jelen, ahol ezek kereszteződnek. Ez a
Szimbolika megvan nekünk. Hol is van meg? Hát az alma, vagy a paradicsom. Tessék észrevenni a teremtésben, pont ez a forma. Alma vagy a paradicsom, ott van. És ez az alma vagy a paradicsom, ez az, ami a létezés lényege. Ennél tovább már nem lehet jutni, ez maga a létezés. Ezt a létkérdést nem oldotta meg a Heidegger vagy a többi. Mellé beszéltek, ahogy odaértek, azért mondták, hogy ez létkérdés. Hát igen, azt nem oldottad meg, haver, mellé beszéltél végig. Mert meg tudom neked mutatni, behozom a Heideggert, vagy behozom neked ilyen nagy Schopenhauert, meg akár behozom neked ilyen nagy menő filozofusokat is, és meg tudom neked mutatni, hogy mindig amikor odaér, megkezd mellé beszélni. Nem jött rá. Erre nem jött rá. Sok mindenre rájött. Nagyon okos ember volt. Lehet, hogy ott nyelven beszélt, de azt mondta, nem buta. Hát nem buta. Csak erre nem jött rá. Ez egy nagyon nehéz feladat. Visszatérve, ez amit most a Péter ide feltett, ez ugyanez, ez a Meru nevezetű meru.org, így találod meg az interneten. www.meru.org, úgy találod meg az interneten. Ez egy zsidó weblap. Ez egy zsidó weblap, és ezek jutottak a legmesszebb a teremtéstomba. Tessék, parancsolj! Meg a Maharesi, igen. Igen, igen. Meg a Maharesi. A Maharesi, tudnék, ők a Védák könyvének az alapján kezdtek el felállítani filozófiát, és nagyon messzire jutottak benne, meg nem csak ebben, hanem biológiában, meg másban is nagyon messzire jutottak, mert jó fele indultak el. Nem azt jelenti, hogy az ohm törvénye nem igaz, dehogy nem igaz. Csak a váltóáramú ohm törvénye, ugye a mérnök vagy tudod, hogy a váltóáramú ohm törvénye az nem olyan, mint az egyenáramú, például. A nagyfrekvenciás ohm törvénye meg tök más. Szóval, hogy mondjam, egyenáramra jó volt még az ohm törvénye, de ahogy ez fejlődött, ez az elektronika, kiderült, hogy hát azért annyira nem általános. Újakat kellett kitalálni hozzá. Ez van. Tehát mindig a fejlődés abból áll, hogy felfedezek új dolgokat. Ha nem abból áll, akkor megett a fene, akkor dogmatizmussá válik, és agyonvernek mindenkit, aki újat fedez föl. Hát ilyen volt már a világegyetemben, nem egyszer. Most nálunk is van ilyen. 7 év és 7 hónapig nem kapott meg a szabadalmat egy számítástechnikai cuccra, azért, mert veszőt ide, veszőt oda, ahelyett, hogy a hülye kijavítaná, beadná, a magyarok keressenek vele. Hát figyelj! 7 évig kínlódik, szarakodik, húzza az időt, hogy ő milyen fontos. Hát ilyen hülye ember a világon nincs még. Hát 5 ilyen hülyével akadtam össze, ezt képzeljétek el. 5 ilyen hülyével is összeakadtam. Na jó, hát én nekem 25 találmányom van, de ebből csak 2 szabadalom. Egy jutott el a szabadalomig, egy meg a mintaoltalomig. Semmit, egy 20 fillért nem kerestem vele sose. Tehát nem lehetett belőle pénzt csinálni, mert így rászívják, rávetik magukat a piócák 10 000-en is, kiszívják a vérét egy másodperc alatt. Kész, ellopják, és átírják, hamisítják, minden lesz egy pillanat alatt. Erre nagy apparátusok vannak. És kész, vége. Te már nem látsz ebből semmit. Valami katonai akármiben, valami titkos szarba beleteszik, nem is látod. És eladják, megvan a sok pénz belőle, te meg szia. Így működik ez a világ ma. Tehát a tolvajok világa. Ez egy rettentő durva dolog. Nagyon durva. Na most visszatérve, tehát maga a fénymag és a kiáradás, erről beszéltünk már a múltkor, hogy ez gömbszerűen árad kifelé, ez a vízelem. A vízelem gömbszerű, tehát nem vízcsepre kell gondolni, tehát nem ilyen esőcsepre meg ilyenekre, hanem egy gömbszerűen felfúvódó időrendszerre. És ennek semmi köze az anyaghoz, de az ég adta világon semmi, de semmi köze nincs az anyaghoz. Ez maga a létezés. És ez a létezés csak a határáig terjed. Tehát a külső határán, itt a külső határán véget ér a létezés, odáig tart. És azon belül van létezés, de kívül nincs semmi. Tessék? Ez az anyaghoz, hogy ahol ő van, ott lehet anyag. Olyan áttételesen van köze, de ez még nem, mert ebben még nem lehet anyag, ez még csak a létezés. A létezésnek a második nagy titka, hogy ezek az őselemek elkezdik egymást, így néz ki, tehát most a Péter mutatja, kicsit durván gyorsan mozog, de ennél sokkal gyorsabb a valóságban. Ez egy ilyen felfúvódó időrendszer, az a lényeg, hogy kifelé áramlik állandóan gömbszerűen. Ez egy metszete, egy gömbnek a metszete, így ketté vágtunk egy gömböt, ez van most a képen. És csak
ez ilyen nagyon durván gyorsan mozog, de ha rámész arra, az meg a tűzelem, de ezt csak weblapon lehet érvényesíteni, ez megint a vízelem, de ezek így erre nem használhatók. De itt a lemniszkáta, mint érdekesség, hogy ez a lemniszkáta, így nevezik a matematikában ezt a 8-as alakzatot, hogy lemniszkáta, és ez az átmeneténél, azt akarom itt ezzel elmondani, hogy itt tulajdonképpen a nulla felé tart, és itt hirtelen kifelé kezd tartani a nullából. Itt ugyanaz történik, tehát hogy ez a nulla felé tart, és amikor eléri a nullát, akkor már kifelé tart a nullából, tehát ez egy ilyen végtelen hurokba darál ez a rendszer, és ez a világegyetem létezője. Kész. Ennyiből áll a világ. Ennek a másolataiból keletkezik. Ezek elkezdik a vízelemek forrásai egymást lögdösni, ahogy lögdösik egymást, ezek úgy, hát igazából cici függvénynek hívjuk maguk között, mert hogy ezek felületek, és nem pedig, ezek gömbfelületek, és nem pedig ilyen körök. Tehát nem vektorral szerkesztjük, hanem egy haladó függvénnyel, tehát hogy az egyik vízelem meg a másik vízelem bele tud egymásba terjedni, mondjuk itt az egyiknek a forrása, itt a másiknak, bele tud terjedni egymásba, nem csinálnak egymással semmit. De ha találkoznak egy harmadikkal, mondjuk itt, amikor elérik, akkor ennek a találkozási pontnak a haladási sebességével tolják maguk előtt ezek a felületek, ezek az időkölcsönhatásai, ezek az időforrásoknak a kölcsönhatásai, és ebből, de mivel ezek, mondom, én azért hívom cici függvénynek, mert ez egy felület, tehát egy gömbszerű felület, és nem pedig egy lapos valami, de leírni borzalmasan nehéz, nincs rá matematika. De arra gondolja, hogy hogy lehet leírni egy ekvitemporiális felszínt? Nem lehet leírni. Egyszerűen nincs rá matematika. Ez azt jelenti, hogy ennek az egész felületnek a külsején, mondjuk itt kezdtük el mondani, ez itt a nullás. Ez az egyes impulzus, ez a kettes, ez a harmadik impulzus, ami itt keletkezik. Persze végtelen sokig lehet számozni, csak hogy egyszerű legyen. Itt kívül megy a legelső pillanat. Na de az egész felületen az van. A francba. Tehát egy nagy felület, ami egy pont. Na, erre varják gombot. Ez olyan, hogy na ezzel már nem könnyű megbirkózni. Nincs rá matematika. Ennek ellenére ezt kell megcsinálni. Tehát ez a feladat. Hogy lehet ezt megoldani? Majd a matematikusok megoldják. De a megoldás akkor is erre van. Egész biztos. Mindennel stimmel, amit mondok. Tehát azért örülhetünk neki, mert a hunok leírásaiban ezek megvannak. És megvannak nem csak a hunok leírásaiban, hanem a Védák könyvében is, de ahhoz nekünk nagyon sok közünk van. Tűnik, ha azt gondolod, hogy mondjuk a kínai civilizációhoz nekünk semmi közünk nincs, csak azt mondanám, csak Kínát mi alapítottuk, édesem. Az egész nagy, dög nagy Kínát mi alapítottuk. Tűnik, a Kínának a legelső császára, Mao Tun, az egy hun császár volt. Mi alapítottuk. Aztán összevesztek, meg mit tudom, de tessék észrevenni, hogy vannak a hunok meg a hanok. Nem vetted észre? Kínának a fele han. Han nemzetiség. Mi meg a hun. Na most, ha megnézed ezt kínai írásjelekkel, meg minden, akkor rá fogsz jönni, hogy az összes többi népet másképp írják le, mint a hunt meg a hant. A többit másképp írják le. Teljesen másképp. Tehát egy hollandot vagy egy franciát teljesen másképp ír le. Tehát a kettő nagyon hasonlít leírásban. Hát mondjuk a Jungot így írja le, hogy is írja le? Elfelejtettem. Nem tudom leírni. Kínaiul. Ez a hun. Ez a Jung, igen. Ez a hun. Így írják le. Na most az a nagyon érdekes, hogy ezt a jelet például önállóan nem lehet megtalálni a kínai írásjelek között, így nem találni meg. Az agyjelben szerepel ez a jel, a rovásírásunkban, és a kínaiban is megvan ez a jel. Erre az agyjelre van 5 írásjelünk,
az a Bábelben van, azt hiszem. Itt van a vízelemek, hogy taszítják a harmadik forrást, látjátok? Gyönyörű szépen megcsinálva a számítógépes modellben. Tehát itt elindítod, akkor ezek elkezdenek terjedni, ezek önállóan léteznek egymáshoz, semmi közük nincs. És amikor elérik a hullámaik a másik forrását, akkor elkezdik tolni szét egymást. Pont egy háromszöget adnak ki, ugye, ha megnézed. Ez az az isteni háromszög, az Isten szeme. Persze, mert ezzel indul a történet. Aztán később elérnek egy negyediket is valahol, és akkor azt is elkezdik tolni, akkor egy tetraider lesz belőle. És valóban a teremtéstan ezzel indul mindenhol. Ugye gyanús. Na most itt csak töredékek maradtak meg. Persze, mert idejöttek bazdi nagy űrhajókkal, ilyen csillagközi űrhajókkal, nem ilyen szarrakétákkal, idejöttek ilyen nagy csillagközi ufókkal, de olyan, hogy 10 000 szám ültek benne, szóval nagy gépekkel. Lerakták az embereket, az nem volt ám mindidő fizikus. Hát az egyik az földműves volt, a másik az mit tudom, kovács vagy akármicsoda. Tehát nem értett az ehhez. Csak fölült, mint te az autóbuszra. Miért te meg tudod javítani az autóbuszt? Mondd már meg, hogy hány ember tudja megjavítani az autóbuszt, ha elromlik. Az emberek jelentős része azt se tudja, hogy hol a motor benne. Mint az egyszerű rendőr, amikor kinyitod a Bösendorfert, a Skodát, tudod. Csak úgy hívtuk, hogy Bösendorfer, mert egy oldalra nyílt, mint a zongora. Haverom nem találta benne a pótkereket. És mondta neki, hogy állj oda elé jószorosan, de úgy, hogy egészen hozzáérje elő, és akkor itt van az a kis fekete góba, töködni húz föl, és ő húzza, és bum, rá esett a lábára, viszi a pótgumi, mert ott volt alul egy ilyen tepsibe, ennél hülyében, nem tudom, hogy melyik szociális elvtárs találtak ide, nagyon hülye volt szegény, tudnék, az volt a... Ha miért, megmondom miért. Tudnék, most arra gondolsz, hogy ez a kis műanyag, vagy a kis fémpöcök, ha elromlik, ami egy szögnél nem sokkal erősebb, elromlik, akkor képzeld el, hogy lenyílik ez az ajtó, maga alá gyűri menet közben az autó ezt az egész szart, megemeli az elejét, ugye, mert ez leért, magasabb volt az autó, hogyha ez lenyílt, leemelte a földről a kormányozható kerekedett azonnal, és akkorát bucskáztál, mint egy ház. Tehát ez hülye találtak. A Bösendorfert se vették meg sehol nyugaton, mert kipróbálták ütközésnél, és bejött a motorház tető, fölnyílt, és bejött és lefejezte a bennülőket. Úgyhogy hát ez azért nem vették meg a Skodát. Hát mert ilyen volt. Hát már járkáltunk vele, csak úgy mondom, hogy egyszer elvitte az egész hátsó részünket egy minisztériumi Mercedes, mert karcolás nem volt rajta. Na mondom, ez már minőségi autó, ez igen. Ilyen páncélautó, nekünk jött. Azzal kezdte, hogy leragasztotta a rendszámát, fehér celluxot elővette, és leragasztotta a két rendszámát. Na, erre mit szólsz? Törvények kívüli lovag volt, ez valami A betűs, ilyen miniszteri. Ezért volt, és akkor elsodort minket, nem nézett a sehova ment, mint az állat, ilyen éjjel fél, 10 volt, 11, mit tudom, valami éjszakon volt. Puff, elvitte az egész hátsó részünket, meg se karcoltuk. Az a Skodának meg eltűnt a hátulja. De azért ez milyen páncélautó volt, és milyen festék volt rajta, nem jött le róla, képzeld el. Ezzel nem látszott meg rajta, hogy összetört minket, mint a franc. Nagyon érdekes. Tehát jó meg volt csinálva. Lehet jót is csinálni, innen is látszik, csak hát az drága. Visszatérve, megállapítottuk, ugye, hogy így keletkeznek a gyorsabb elemek, mert nekünk most arról van szó, hogy ezek a vizek itt terjengenek, az semmire nem jó. Széttolják egymást, aztán szia. De ha fölgyorsítja egyik a másikat, akkor keletkezik belőle egy érdekes dolog. Ez a tűzelem, igen. Na most a tűzelemnél mi történik? Van egy ugyanilyen forrás, mint ebbe, de gyorsabban megy, mint ahogy terjed, én most csak a burkoló görbét mutatom, akkor egyre terjedő szférákat kelt, mint a motorcsónak, ha menne a vízbe, úgy gondold el, egyre terjedő, de ezek gömbök, tehát nem körök, hanem gömbök. És ezek bele lógnak egymásba, és ilyen lencse alakú zárványokat vágnak ki. Ennek a zárványnak nagyon fontos szerepe van, miért is mondom én ezt? Kettős idő van benne. Miért is van benne kettős idő? Hát mert ez a szféra is ott van, meg ez is.
Tehát mind a kettő belenyúlik egy... Egyszerre van két idő. Itt nincs ilyen. Itt nincs ilyen. Tehát itt egyszerre csak egy időben tudsz lenni mindig. De itt egyszerre kettőbe is tudsz lenni, mert ebbe is benne vagy, meg ebbe is benne vagy. Így értitek? És itt van egy ilyen lencse alakú zóna, ez a vallásokban a mandorla. A mandorla, a Mátyás templomnak a mandorlája valahol megvan nekünk. Nem tudom, hogy hol. Valahol, a Mátyás templom ablakon megvan, de valahol még a mandorlája is megvan, de nem biztos, hogy ezen itt most megtaláljuk. A lényeg, hogy az oltáránál van egy ilyen mandorla, viszont a izének a mandorlája megvan a palást. Az megvan. Tehát a királyi palástunkon is van ilyen mandorla, több is. Eredetileg legalább három nagy mandorla volt rajta, ebből van egy és egy negyed. Mert az elejét levágták a palásnak. És itt van ez a mandorla. Látod? Nem tudom, hogy nagyobb a jobb-e. A lényeg, hogy itt lehet látni egy ilyen lencse alakú furcsa zónát, abban ül ott a Jézus Krisztus. Miért ül benne? Hát mert ott keletkezik a világegyetem. Ő a világ köldöke. Miért a világ köldöke? Hát azért, mert belőle, benne, általa. Azt mondja a mise, nem ezt mondja? Keresztények. Azt mondja a mise, hogy belőlem, bennem, általam. De mit jelent ez? De azt jelenti, hogy belőle áll a világ, de benne is van a világ Jézus Krisztusban, kedves testvéreim. Benne. Érted? Nem azt mondja, hogy valvel, hanem van benne. Csak ezeket nem szokták az ember. Nem jól mondja biztos, de jól mondja. Nagyon is jól mondja. Benne vagy, haver. Ne keresd. Hol a francba keresed? Hát benne vagy. Belőle teremtődött a világ, benne teremtődött, és általa teremtődött a világ. Hát nagyon pontosan van ez definiálva. Csak az emberek ezt a saját szintjükre lerántják, és meg akarják azonnal érteni. Értem, értem. És akkor hülyeségeket gondolnak akkor át, mint egy ház. De közben ott van előtted, ez nincs eldugva előled, nehogy már ezt nem láthattad, mert én nekem nem adatott meg című meséket, azt csukd le. Hát te ezt láthattad, csak nem gondoltad hozzá ezt. Pedig, ha észreveszed, itt pont az az alak van, látod? Itt pont az az alak jön ki ezekből a metszésekből, mint ez. És nem véletlenül ül benne Jézus a közepén, mert abba benne marad mindig. Mindig benne marad. De nem azért, mert jól érzi ott magát, meg ezeket felejtsd el. Nem is tud más tenni. Ez, amiben keletkezik, tehát amiben ő belemegy, mert két ilyen rohan egymásba, két ilyen időrendszer rohan egymásba, úgy keletkezik a világegyetem, és az izébe van a Maharasinak az anyagából van egy ilyen kék meg piros... Az. Miben is láttuk? Nem tudom, de ez megtalálod. Ma mindjárt megkeresi a Péter. A lényeg, hogy van egy olyan, a Védák könyvében meg tudom mutatni ugyanazt a valamit, amiről most beszélek, mert hát a világegyetem, ha tudjuk, hogy hogy működik, akkor tudjuk. Akkor, ha jól tudjuk, akkor mindenhol ugyanazt fogjuk találni. Vagy legalább nagyon hasonlót, és akkor szépen lehet közelíteni. Nem azt jelenti, hogy mindent tudunk, a franc tudunk mindent, dehogy tudunk. De közelítjük, mindig közelítjük, a végén megtudjuk az igazat. De csak úgy lehet megtudni az igazat, ha gondolkodunk rajta. Ha ülünk, azt várjuk a sütgalambot, hogy nem lehet. Mert mindenki úgy akarja megtudni, nem kell, ne kell érte dolgozni, meg tudom készen. Hát most már várja a világ 100 éve, hogy miért megy a fényfénysebességgel, még nekem nem mondta meg senki. Már az Einstein sem tudta megmondani. Mert a fia, hát ilyet kérdez tőled. Ilyenek ezek a gyerekek. Ugye megkérdezte tőle a papa, miért megy a fény fénysebességgel. Az Einstein meg lesápadt, mert nem tudott rá válaszolni. De a gyerek mindig ilyet kérdez, és a gyereknek van igaza. Olyan gyerekségeket kell kérdezni, ami a legegyszerűbbnek tűnő gyerekségeket. Ha arra nem tud válaszolni papa, akkor még nincs jó kitalálva a dolog. Addig kell, ameddig arra is nem tud válaszolni. Miért piros a piros? Tudod, ilyen gyerekek szoktak ilyen okosságokat kérdezni, meg őrülsz tőle, hogy miért piros a piros? Mert piros, kész. Igen? Mondd el, hogy miért piros.
Én tőlem kérdeztek ilyet a gyerekeim, hát szóval ezek mind ilyenek. Hát ez, hogy van ez? Ezek a gyerekek mind ilyenek. És tehát két ilyen egymásba szalad, két ilyen teremtő egymásba szalad. Persze ez ugyanolyan, mint a másik, tehát két ilyen teremtő egymásba szalad. Ezt úgy is lehet ábrázolni, hogy úgy is ábrázoltuk, hogy ilyen karikák voltak itt benne. Azért ezek igazából csak ilyen metszősíkok, azért, hogy a forgást is tudjuk benne ábrázolni. Tehát ennek a körnek az elfordulásával lehetett ábrázolni ennek a forgását. Ezt mintha ismernénk az aratási díszünkbe. Ugye? Van egy aratási díszünk, amiben egy ilyen kúp, egy csavarodik. Ezt mindegyik kötök látta már. Hentesnél ki volt rakva, még itt is kiteszik. Aratásnál, a henteseknél szokott ilyen dísz kitéve lenni. Hát kérlek szépen, az a teremtőnek megköszönjük a termést, az abból lett. Mert a teremtőkről tudtuk, milyen alakja van. Nem képzelektünk, hogy van ott egy teremtő valahol az égbe, haver. Nem. Pontosan tudtuk, hogy mi benne vagyunk. Nem ott van az égbe, haver. Itt van. Mert hogy a teremtőbe keletkezett az Isten. És az Isten, már az az Isten, amit te Istennek tartasz, vagy a Szentlélek, az a teremtőben keletkezett. Az máshol nem tud. És itt van, nézd meg. India. Szanszkritül. Nem én befolyásoltam. És nézd meg, ez ilyen körökkel ábrázolja, ahogy itt alulra firkáltam le, és nézd meg, az egyiket pirosra, a másikat kékre rajzolja, miért? Nő és a férfi. Tehát az egyik balra forog, a másik jobbra forog. Ennyi a különbség. És tényleg Irakban van ilyen torony, az egyik balra csavarodik, a másik jobbra csavarodik, az egyik az anya, a másik az atyára való rezonátor. Similis, similis gaudet. Hasonló vonza hasonlót. És ez a lényege, hogy az a templomtorony, de hát nem templomtorony, az ki van tömve földdel, vagy kővel, nem az a lényeg, hanem egy formát fölállítanak, és ez arányaiban nagyon pontosan van megépítve. És ez az isteni rezgést odahozza, és ott sugározza a környezetbe. És az emberek ott egészségesek egy ilyen szutyogtoronytól. Egy szutyogtoronyot oda a kőből, és mindenki egészséges. Arra meg mindenki megbetegszik. Persze, mert a teremtőnek a kristálytiszta rezgését odahozza, és ott árasztja el a torony magából állandóan. Attól, hogy ott létezik, nem kell semmit vele csinálni. Nem kell etetni, meg locsolni, semmit nem kell csinálni. Csak ott van. És ezért az a hely ott körülötte jó. Nem tudja senki, hogy miért jó. Mert már nem érti. Pedig ezért jó. Mert a hasonló vonza hasonlót. Az erők úgy keletkeznek. Itt beszéltetek a szimbolikáról az előbb még, ugye? Itt hagytátok abba a szimbólumoknál. Hát itt van. A szimbólum ugyanez. Pontosan ugyanez. Ott is a szimbólum nem csak az, hogy megszemélyesítem a szimbólummal, nem. Ennél még beljebb is lehet menni. A szimbólum formai analógia a teremtésnek valamilyen teremtményére, és az a formai analógia ide vonza azt az erőt. Ez a lényege az egésznek. Arra rezonál, kész. Olyan, mint az egyik hegedű húr a másikkal, hát, vagy az egyik zongora húr a másikkal, inkább, mert a hegedűn ahány húr annyi félére van hangolva, de a zongorán mondjuk négyesével is vannak húrok. Tehát egyformára vannak hangolva, mert ha nem, akkor nagyon lebeg. Akkor ilyen... Egy szól, ugye? Tessék? Az más jelent, az egykoron pendülünk, az már egy lélektani dolog, egyébként a lélekhez nagyon hozzátartozik, hogy ugyanarra a lélekfrakszára tartoznak lelkek, tehát egy szárra vannak fölfűzve a teremtőhöz, és ezért egykoron pendülnek. Tehát ez onnan ered a kifejezésünk. Tehát tessék észrevenni a szó elejét. Atya és anyó. Tessék észrevenni a szó elejét. Ezek magyarul is értelmesek. Nem kell itt belemagyarázni semmit. Ez angolul jelent meg ez a könyv, de ez a Maharas iskolának egyébként a könyve. Ők nagyon messzire jutottak a Védák könyvébe. Ez a Rikvédából származik, de a Rikvéda mit mond el? Az élettant. Tehát elmondja az embernek az élettant. Az Ayurveda meg a gyógyítást. Ez a két véda arról szól, mert a véda csak annyit jelent, hogy tudás. A tudás könyvei ezek.
Az egyik az orvostudományt mondja el, a másik a... És képzeld el, hogy 3500 éves könyvben ott van, idegszálanként preparálva minden. Tehát ez az egész nagy hadava, amit itt kitaláltak, egy hadava. Már 3500 éve meg volt az emberiségnek minden. Csak a hülyék jutnak hatalomra, mindent letaposnak, könyvet a sárba, megtapodják a hülyék. Aztán utána ezer év szívás következik, mire megint meg valahogy fölkapaszkodunk ebből a drejből. Beletaposnak a szarba a hülyék, azok ezt csinálják. Csak akkor el volt kesülő. Jösszel a világ. Hát persze, hát te tapostál bele mindent, te hülye. Hát persze, hogy olyan. Hát ez a probléma ezzel, hogy amikor a hülyék kerülnek hatalomra, ott gátlástalanság van. Nem jól nézel, anyázom a szemed, de pff, ennyi volt neked. A hülyék vannak hatalma. Így működik. De nem azért, mert te csinálsz valamit, vagy nem, de hogy is. Tehát ő állandóan virítani akarja, hogy ő az erősebb, meg ő uralkodik fölötted. Ezt erről szól. Nem kell itt neked semmi rosszat csinálni. Ha hülyének hatalmat adsz a kezébe, akkor lásd meg. Az fog vele érni. Nagyon is. Miért ne? Jó, akkor jó helyen kell lenni. Most a hülyék közé jártam, pofán vághatlak. De te még a kezedet sem emelheted fel. Mert az már ellenállás. Tessék észrevenni. Már a cumis üveg is fegyver. Most láttam. Nem régen. Tehát már támadó fegyver a cumis üveg. Tehát a hülyék azok, hát a hülyék azok hülyék. Na, nem tudok más mondani. Inkább security. Hát ezek hülyék. Nemzeti múzeum előtt elszedik a kis csecsemőt, kicsavarják a gyerek kezéből a cumis üveget. Hát ha az normális, akkor én vagyok a hülye. Biztos. Féljenek is. Van is mitől. Van is mitől, mert úgyis egyszer csak el kell számolni a gengszterségekkel. Nincs mese, és itt én nem valaki ellen vagyok, csak a gengszterségek ellen vagyok. Nem jobb meg baloldal. Szó sincs arról. Gengszterek. Aki gengszter, az gengszter. Aztán mesélhet nekem akármilyen szépen, majd meglátjuk, a végén kiderül, mert hogy egyszer csak eljön az igazság ideje. Na akkor nagy futások lesznek, szóval fülőrepülő, futás, busz, külön busz, lesz minden, majd meglátjátok, hogy ezért azt mondta, hogy futnak, a Nostradamus azt mondta, hogy Kínáig szaladnak ilyettükbe. Persze, hát a gengszerek elkezdenek menekülni, ahol még nem kapják el őket, de ott is elkapják őket. Gengszer sehova nem kell, van nekik elég. Nehogy a kőbányába. Kőbányába kell, de oda hogy ne, hát az jól lesz, de lesz útépítés, sokkal gyorsabban fognak az utak elkészülni, hogy meglátjátok? Na, a lényeg az, hogy a két ilyen teremtő egymással talál itt az ábra, amit az előbb láttunk, és ez, tehát a két teremtő egymásba rohan, és létrehozzák azt a nagy semmit, ami ott középen látszik. Tudnék, ez eddig jutott el. Tehát ezt már ő nem tudja. Ő eddig jutott el. A teremtés könyve az egy külön könyv, megvan az is. De ez a gyógyításról szól, tehát ez nem a teremtést akarja elmagyarázni, de a gyógyítást is a teremtőkig visszavezeti. Hát az, mert az ugye eléggé ott van a szeren, ez nem úgy kezdte, hogy elhisszük, hogy így van meg, dehogy, és hát a teremtőktől elindítja, és az egész agyműködés, idegrendszer, lélekműködés, minden ott van, részletesen megvan neki. Olyannyira, hogy például a talamuszban lévő zónákat precízen tudja, hogy melyik mit vezérel. Hát akkor meg nem az ilyen gátlás, meg olyan, nem azon a szinten van, sokkal durvább. Nagyon pontosan tudja, és nagyon érdekes, mert 16 érzéket sorol föl. 16 érzéket, mi meg 5-ről beszélünk. Tehát lehet, hogy te többet tudsz, mint amit hiszel magadról, ez jó hír. Hát jó, ha nem olyan hülye vagy, mint amilyennek gondolod magad, az jó hír, az mindig jó hír. Ezért szívesen hallok az ilyeneket, meg én úgy szoktam én mondani, hogy téged az ősöd a majom volt, meg a fáról mászott, az enyém nem. Magánügyed. Érdekes, gyerekek, föltettem a kérdést a Budapesti Orvostudományi Egyetem diákszalójában, meghívtak ilyen diáknapra. Hát ennek a négyszerese, ötszöröse volt a hallgatóság, iszonyú sokan voltak. Ott csüngött a professzor is, ott volt mindenki. És föltettem a kérdést, hogy ki választja majmot, kiválasztja az Isten teremtését. 90-ben vagy mikor volt ez, tehát nagyon a látkos határán. Még tiszta materialista volt mindenki, meg mindenki még ilyen. Előadta magát ezt a szocialista damannát. Várjál.
Senki nem tette fel a kezét a darwini elméletre, képzeld el. Mi történt? Mondtam, hogy kinek melyik tetszik, hogy a majomtól származik, vagy az Isten teremtette. Melyiket választod? Majom? Senki. Isten? Mindenki föltette a kezét. Na, mondom, jó van akkor gyerekek. Milyen old helyben vagyunk, rendben van. Professzor is föltette a kezét. Senki nem hitt benne. De tanította. Sőt, be kellett belőle számolni. Na most az az érdekes, hogy persze nem úgy teremtette, ahogy azt hiszik. Na itt van, ezek a zónái, a talamus zónái külön ki vannak színezve, hogy melyik, majd van az az oldal is, ahol látszik maga a talamus, itt van, külön, itt látszik a különböző színekkel kiszínezett részei. Ez egy aranygaluska, ami kis galuskákból áll, ismeritek az aranygalus. Tessék észrevenni a süteményünket, ugyanezt az elvet hordozza. Néprajz. Mit hordoz az aranygaluska? Kisebb galuskákat dióval össze beleizélnek, forgatnak és egymáshoz hozzátuszkolják, hogy ne ragadjon össze, de olyan alakúra süljön. Nézd meg, hogy ugyanarról van szó. Persze, mert ez az aranygaluska. Mert hogy ebbe van benne a lélek. Ez azért nagyon fontos. Ebbe van benne a lélek. És innen vezérli az ember testét. De ki tud belőle jönni, ez benne az érdekes, és mégis kötődve tud maradni. Tehát ki tud jönni kötődve, és mégis kötődve tud maradni. Gondolj arra, hogy éjszaka repülsz a város fölött. Melluszásba. Ugye úgy szoktál repülni, melluszásba. Mindenki úgy szokott, ne szégyeld, mindenki melluszásba szokott repülni a város fölött. Néha ilyen kiterjesztett, amikor jössz lefelé, de amikor mész fölfelé, akkor így melluszásba kicsit meghajtod magad, és akkor megint repkedsz egy kicsit, mint a galamb, de marha jó. Na, mindenki megszokta, csak van, aki elmeri mesélni, van, aki nem panaszol. Mi van az asztrál testtel a környezetre hatás? Asztrál testtel a környezetre hatás. Amit felerősítve mindenféle parai jelenséget lehet létrehozni, ami szekrény odébb tolása meg. Igen, igen, egész pontosan. És az benne az érdekes, hogy az asztrál tested és a levegőnek a viszonya körülbelül olyan, mint a rendes tested és a víz. Tehát arányaiba így lehet hasonlítani, mert a vízbe is, ha kifújod a levegőt, ilyen lassan süllyedsz el. De ha teljesen kifújod magadból a levegőt, akkor lassan elsüllyed. De ha te leszívod a tüdődet, nem is tudsz elsüllyedni. Tehát valaki nem tud úszni, akkor szívja a tüdejét, véletlenül se tartja ki a kezét a vízből. Kiabálni szabad, de csak kicsit nyisd ki a szádat és kicsit, a fele levegőt fújt ki, ne az egészet, sosem erősz el. Tényleg nem. Hát a nők meg egyébként a nagy úszógumiukkal, mert pláne nem. A zsír úszik a víz tetején, gyerekek. Hát az mindenki tudja, a leves tetején is úszik a zsír, nem? Tehát de tényleg, hát a nők hájasabbak azok, pláne kicsit teltebb, akkor az úsz, a cicie is, az is ilyen kötőszövet, ami úszik a víz tetején, tehát megtartja, mint egy úszógumiát, a nők sokkal könnyebben úsznak. A csontosak nem. Azért tudod, az ilyen kicsit molettebbek, azok úgy úsznak a vízben, mint a úszógumi, az megy a tetején, és hát ez tény, hát most mit mondjak erre. Na most a lényeg, hogy ha nem tudsz úszni, akkor is úgy tudsz fönnmaradni, hogy fölfele nézel, nem nyeled be a vizet, hanem fölfele nézel, te leszívod a tüdődet, és csak így veszed a levegőt. Visszaszívod gyorsan. Amikor mondjuk a hullám elment, akkor gyorsan kifújod, meg szívsz egyet. És akkor így integethetsz, vagy mondhatod, hogy segítség! Azt mondhatod, de na nagyon fújt ki a levegőt, mert ha kifújod a felinél többet, akkor lemerülsz. Na most, hogyha még ennyit is csinálsz hozzá, nem többet, mint ennyit, akkor már biztos nem merülsz el. Nem kell tudni úszni, csak így csinálni. Ilyen fernényt tartsd a kezed, ne így, így. Hát, hogy lefele hajtsa a vizet valamennyire. Így. És ennyi az egész. És már ott helyben úszikálsz, és legalább még oda dobják neked, vagy fejbe dobnak azzal a mázsás üzével, mentővel, ami a hajókon van. Ne tudd meg, az a fa mentővel fejbe nyomnak, annyi is neked. Nem kell téged elaltatni, rögtön ott tartsz a lelkész. Ez olyan nehéz, hogy az a fejedre esik. Nekem egyszer majdnem a fejemre dobták azt a szart, majdnem agyon ütött. Olyan, megcsaptam úgy a kezemet, mint a fene. Az olyan dög nehéz. Mert ez ilyen fából van, na most ez szörnyű. Na hát a lényeg, hogy ebben a talamuszban van a lélek, és
Először tehát a tűzelemek keletkeznek a vizek taszításával fölgyorsulva. Ezek a tűzelemek találkoznak, a találkozásukban már nagyon bonyolult függvények jönnek létre, ilyen bekanyarodások meg minden, és a bekanyarodásnál már van nekünk olyan képünk biztos folyamatosan, csak ez nagyon halvány, ez nem látszik. Akkor sem nagyon látszik, van ennél jobb is. Valahol van még olyan is, amelyik mozog. Csak az izében van, a Sumari nevezetű könyvtárban, azt hiszem. Azt hiszem, abban van. Mindjárt. Nem látom. Akkor van még egy ilyen könyvtár, csak annak meg mi a neve? Nem tudom. Itt ez az. Megvan. Igen, ez mozog is. Tehát így kanyarodik vissza, két ágra szakad, az anyába belerohanó atya két ágra szakad, és így kanyarodik vissza magához. Ezt még Commodore-on rajzoltam. De ez függvény, tehát ez nem így, hogy lerajzoltam, hanem ez egy függvény. És a függvény belül marad az anyán, akkor nem megy ki a határán. A határán kimegy, akkor nem lesz belőle semmi. Tehát ha átszúrja itt, ha itt kimenne, akkor kész, akkor már nem lesz belőle semmi. Akkor tud, csak ha belül marad. Tehát az a teremtésnek a szerencséje, hogy az belül maradt. Ahogy belül maradt, így keletkezik a Szentlélek. Most, ahogy látod, így keletkezik. A Szentlélek keletkezik. De a Fortuna ott ül a... Persze, de ott van a mesében, hogy a Fortuna ott ül a Brahmának a jobbján. Mert a tér jobbos. És képzeld el, a tér meg még ráadásul jobbos is. Azt mondja a Védák könyve, képzeld el, hogy ilyeneket szólnak, hogy az Isten a jobb kezével csinál balos dolgokat. Az részecskék mind balosak. Honnan a büdös francból tudta? Érted már? Honnan? Hát 3500 évvel ezelőtt. Nem létezik. Tehát nincs atomfizika, nincs semmi berendezés, semmi. Azt mégis tudja. Nem hiszem el. Az lehet, hogy elhozott tudást magával, itt berendezés nem volt egy darab se, de a tudás már megvolt, és azt hozta magával. Aztán az erodált az idővel, érted? Mert a hülyék kerülnek ciklikus a hatalomra, és akkor azok mindent letaposnak, mert azok csak ilyen anyagi szinten gondolkodik, érted? Kész. Nekem jó legyen, a többi rabszolga meg hordja nekem a vizet, vagy csináljon valamit, kapáljon a földön. Annak más nem fontos. Csak az anyagi szint, és a tudás nem fontos neki, sőt, hát mint a Polpot, az meg mindenkit lelőtt, aki írástudó volt, a gyerekeket is. Ha tudott olvasni, meg írni, nagyon kellett lőni, kész. Elolvasott egy betűt is, vége volt, az már, azt lelőtték. Nem az, hogy a tanárokat, hát a szemmeges volt, vége volt. Mert az már írástudó biztos. Szóval ilyen beteges hülye került hatalomra, hát vagy 10 millió áldozatta. Tehát ez nem az egyetlen volt ilyen hülyében. Sok ilyen hülyéről hallottam. A kulturális forradalom Kínában az sem volt kutya. Szóval azért. A zongoristákat elküldték kapálni, a kapásokat odaültették a zongorához. Szóval az sem volt kutya. Hát a kapás verte a zongorát, csak nem nagyon volt művészet. Tehát verni verte. Ütötte, verte a zongorát, persze, csak hát ugye. Hol lett abból művészet? Közben a zongoristának szétfagyott a hajnalban, a földeken a keze, az sem zongorázott többet. Na, vége lett a kultúrának. Ennyi volt. Tehát ezt nevezték ők kulturális forradalomnak. Tehát miért? Mert hülyék kerültek hatalomra, ezt kell észrevenni. Csak hülye, az magánál okosabbat nem akar a hatalom közelébe se látni, mert fél tőle. Hát vedd már észre. Mert a comis üvegtől is fél, mert hülye. A hülye az fél. Igen, tudnék olyan robbananyagot csinálni, ami benne van a comis üvegben. Meg tudom csinálni. Tudnék olyat csinálni. És veszélytelen. Csak ha összekeverek kettőt, akkor hát robban, mint egy ház. Lehet ilyet csinálni. És ettől fél, mert gonosz, és a gonosz az magából indul ki. Ez a lényege, hogy a gonosz saját magából indul ki. Ő megcsinálná, meg is csinál ilyeneket, mert gonosz. Ilyen egyszerű. Nem bonyolult ez a képlet, baromi egyszerű, ilyen egyszerű. Fél. Miért hallgat le minden telefont? Miért nem? Miért? Egy valami. Szoktunk beszélgetni ilyen szakmai dolgokról, és akkor lehallgatják. Mondom, hát ezt úgy se érti, mert ahhoz kevés.
Ez tök idegek, tudod, mert tudom, hogy lehallgatják, érted? Hát mondom, ez úgy se érti, ez olyan kevés, mint a mackos agyba a brummogás, úgyhogy nem fogja soha megérteni. De én ezt megértettem viszont, hogy tartsunk egy kis szünetet, és akkor a tüzelemtől folyamatosan.